kutya hideg napok jönnek. A következő napokban nem csak a veszélyeztetett embertársainkra, hanem az állatokra is fokozottan figyelni kell. Javulhat a Duna hajózhatósága. A több éves előkészítés után legkorábban 2023-ban indulhat a munka. A szerelmesek ünnepe. A bajaiak is különleges ajándékötletekkel készülnek a Valentin napra. Kedves nézőink, február 12-e péntek van, köszöntöm Önöket, kezdődik a híradó a Bajai Televízióban. A hétvégére tartósan fagypont alá csökken a hőmérő higanyszála. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára arról tájékoztatott, hogy pénteken délelőtt érvénybe lépett a vörös kód, ugyanis többfelé mínusz 10, de néhol akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet az elkövetkezendő napokban. Ebben az időszakban embertársaink mellett kedvenceinkre is kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hiszen a fagyok őket is megviselik. Utána jártunk, mit tehetünk négylábú társaink, vagy akár az utcán kóborló állatok védelme érdekében. Hirtelen vett éles fordulatot az időjárás. Az elkövetkezendő napokra fagypont körüli hőmérsékletet vagy súlyos mínuszokat jósolnak. Ilyenkor állatainkra is figyelnünk kell, különös tekintettel az udvaron tartott kedvenceinkre. A kutyák esetében például egy jól szigetelt, szalmával, ruhaanyaggal bélelt kutyaháza legalkalmasabb a fagyok átvészelésére, amely nem sokkal nagyobb, mint maga az állat. Tájékoztatta stábunkat dr. Tálas László. Az állatorvos azt is kiemelte, ilyenkor az élelemre és az ivóvízellátásra is célszerű, kiemelt figyelmet fordítani. Az egyik legfontosabb, hogy megfelelő energiadós étellel takarmányolásuk őket. Ha nagyon sokáig tart a hideg időjárás, most a jóslatok szerint azért maximum egy hétig fog tartani, akkor a zsírtartalmat javasolt megnövelni. Szintén nagyon fontos a megfelelő ivóvíz ellátása, mivel a extrém hidegben a itatóedény befagy, tehát ezt akkor naponta többször ellenőriznünk kell. Az ilyen napokon is szüksége van a lakásban tartott kedvenceinknek a megszokott testmozgásra, azonban a hidegben csak az egészségügyi sétát javasolja a szakember. Emellett a hűvös időben egyre elterjedtebb a kutyaruhák és cipők használata is, amelyek az esetleges sérülésektől is megvédhetik az állatok mancsát. A tartós fagyok különösen a gazdátlan négylábúakra veszélyesek, ezért fontos, hogyha kóborállatot találunk, semmiképpen ne hagyjuk magára. Az lenne a legjobb, hogyha lehetőség volna arra, hogy azt az állatot azonnal eljuttassuk állatorvoshoz. És itt nem kell attól tartani, hogy ezzel hatalmas költségbe verjük magunkat. Ha véletlenül nincs arra keretünk, hogy kóbor gazdátlan állatnak az állatorvosi költségét kifizessük, nem gond. Le kell tenni az állatorvosi rendelőben az állatot, és ott már tudják azt, hogy kutya esetében a kutyamentőket, macska esetében a macskamentőket riasztják azonnal, és ezek az egyesületek általában nagyon szívesen vállalják az állat orvosi költségeinek a megtérítését. Tehát a lényeg az, hogy azonnal nyújtsunk segítséget, életet menthetünk vele. Az összefogás a Bajai Cicákért Egyesület aktivistája azt is elmondta, a városban több helyen található kóbor macska kolónia, akik számára rendszeresen biztosítanak élelmet az állatvédők mellett a civilek is. A lakosságot arra kérik, hogy ezeket a helyszíneket hagyják háborítatlanul. Aki nem tud segíteni, legalább ne ártson, tette hozzá az aktivista. Március 1-től megújított tantervi és vizsgakövetelményeket teljesítve szerezhetnek jogosítványt a magyar motorosok. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapos szakmai előkészítő munka és egyeztetési folyamat eredményeként korszerűsítette a motorosok képzését a balesetek számának csökkentése érdekében. A március 1-től életbe lépő legfontosabb változások röviden a következők. Változik a vizsgapályák mérete és vonalvezetése. A végrehajtandó feladatok között az eddigiekhez képest jelentősebb hangsúlyt kapnak az összetettebb vezetéstechnikai elemek és a nagyobb sebesség mellett alkalmazandó manőverek. A statisztikák szerint ugyanis a motoros balesetek nagy része az ezek végrehajtása során tapasztalható hiányosságokra vezethető vissza. Az új tanterv kiemelkedő elemét képezi az a több órás bemutató foglalkozás, amelynek keretében a tanulók tanácsokat kapnak a motorozáshoz szükséges ruházat és védőfelszerelések kiválasztásához és helyes használatához.
Továbbá szigorodtak és pontosabbá váltak azok az előírások, amelyek meghatározzák, hogy az oktatók milyen ruházatban és milyen biztonsági felszerelésben végezhetik oktatási tevékenységüket. A motorosok számára készül egy oktató videósorozat is, amelynek első része már elérhető. Újabb szakaszához érkezett a Dunai hajóút fejlesztése. A beruházás a Dunaföldvár és Fogtő közötti szakaszon az engedélyezési eljárásnál tart. A tervezők szerint a munka 2023 elején indulhat. A program célja, hogy a teljes magyar Duna szakaszon a hajóút mélysége elérje a 2,7 métert. Ezzel az év legalább 300 napján akadálymentesen lehetne közlekedni a nemzetközileg szabványos hajókkal. A beavatkozások a folyó Szap és a déli országhatár közötti szakaszán 31 helyszínen 52 kilométeren valósulhatnak meg. A belföldi szállítási módok közül a vízi a legköltséghatékonyabb és legkörnyezetkímélőbb. A nagy tömegű ömlesztett árut Európában a hajókon osztják szét leggyorsabban. Ez jól látszik a Bajai Országos Közforgalmú Kikötő Működtető Kft. Adataiból is, ahol az átlagos éves forgalom 1,2 millió tonna, ugyanez közúton 40 ezer darab 30 tonnás kamiont jelentene. Ezt egyébként az Unió is felismerte. Transzeurópai közlekedési hálózatokat, amikor meghatározták, akkor a Duna-Rajna elnevezésű folyosót azt kiemelték a rendszerből, és nevesítve meghatározták. A jelenleg érvényes szabályok, amik ugye nemrég változtak, azok a Duna ennek a szakaszának a hajózási feltételeit, meghatározó paramétereit, azokat úgy adta meg, hogy a vízmélység az 25 deciméter plusz 2 deciméter biztonság, tehát 2,7 méter vízmélység legyen legalább, és legalább, ha lehet, akkor 150 méter széles legyen a hajóút ezen a szakaszon. A Duna-Majna-Rajna vízi út Magyarország felett és alatt egészen a Fekete-tengerig már megfelel a nemzetközi paramétereknek, ami duzzasztással, folyószabályozással értek el. A hazai hajóút fejlesztésének tervezésére 2015-ben 6,3 millió eurós támogatást nyert Magyarország az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz alaptól. Az engedélyeztetés és a kiviteli tervek elkészülése után pedig következhet a tényleges munka. A Dunaföldvár és a déli országhatár közötti szakaszon 2023 elején indulhat a munka, ami előreláthatóan 8-10 évet vesz majd igénybe. Itt 7 helyszínen összesen 35 beavatkozás tervezett a tervező. A beavatkozások túlnyomó többsége az a meglévő művek átalakításával és néhány új szabályozási, folyószabályozási kőmű építésével finomítja a meglévő szabályozási rendszert, és így próbálja meg az elkövetkezendő előirányzott 25 évre megoldani a hajózási kérdéseket. Egyedül kettő helyen, ahol elkerülhetetlen, a Dunaföldvár-Solti szakaszon ott két kisebb ilyen sebészi jellegű beavatkozás, kotrás fog történni, a többi helyen kotrás nem lesz. Ezzel ez a 25 év előre láthatóan biztosított a hajózás szempontjából a Dunának ezen a szakaszán, és hát hogyha a körülmények úgy alakulnak, akkor ez akár még egy hosszabb időszakot is jelenthet. Az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakembere hozzátette, a beavatkozások időszakosan zavarhatják majd az érintett folyószakasz használóit, de hosszú távon a Duna jellege nem fog megváltozni. Így megmarad az alsó szakasz kanyargó vízfolyása, és a partok menti zátonyok sem tűnnek majd el. A csütörtöki kormányinfón a vakcina igazolvány és az oltások mellett arról is szó esett, hogy online felületen kéri ki a magyarok véleményét a kormány. Erről Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő tájékoztatta a lakosságot.
Jövő héten el fog indulni egy online konzultáció az élet újraindításáról. A kormány döntött az ehhez a konzultációhoz szükséges forrás biztosításáról, illetve a technikai lebonyolításáról is. Ez a konzultáció majd a már ismert vakcinainfo.gov.hu felületen keresztül fog zajlani. Szeretnék mindenkit előre is arra biztatni, hogy mondják majd el minél többen ezzel kapcsolatban a véleményüket, hiszen a járványügyi szakemberek véleménye álláspontja mellett az emberek véleményére is ugyanúgy számítunk. A tavaly évben is így történt ez, akkor is a védekezéssel kapcsolatban megkérdeztük az embereket, és közösen sikerült kialakítanunk azokat az egyetértési pontokat, amelyeknek a mentén nagyon következetesen november óta zajlik a védekezés, úgyhogy szeretnék majd mindenkit kérni, hogy jövő héten tehát, amikor indul ez az online konzultáció az élet újraindításáról, akkor éljenek vele, mondják el a véleményüket, és töltsék ki minél többen. Vasárnap tartják névnapjukat a bálintok, a köznyelvben azonban inkább a szerelmesek ünnepeként emlegetjük február 14-ét. Hazánkban a 90-es évek óta terjedt el a nyugatról érkező szokás, miszerint ilyenkor ajándékkal lepik meg egymást a párok. Sokan pedig ezt a napot választják a leánykérésre. Bíbor színű rózsák, piros tulipánok, fréziák és jacintok sora várja, hogy csokorba kerüljenek. Bár nem a Valentin nap jelenti a legnagyobb bevételt az évben, ennek ellenére a virágboltosok bizakodóan várják a hétvégét. A tapasztalatok szerint a középiskolások a legaktívabbak virágvásárlás terén, ők egy-egy szálat visznek. A csokrok mellett pedig egyre nagyobb teret hódítanak a virágdobozok, de létezik már úgynevezett örökvirág is, amit több évig is bírja a speciális tárolás miatt. A tavaszi csokrok elsősorban, a fiatalabb korosztály a bordó rózsa, rózsacsokor, rózsaboxok, nagyon sokan tavaszi beültetéseket, de a többség az a tavaszi csokrokat inkább. A Pálykodi nevű cég 38 országban 11 ezer embert kérdezett meg arról, hogy milyen formában ünneplik a Valentin napot. A felmérés azt mutatja, hogy a legtöbb pénzt Hongkongban költik el az emberek, míg a magyarok 37 eurós büdzsével csak a lista 22. helyén állnak. A válaszadók negyede egyébként egyáltalán nem tartja ünnepnek február 14-ét. A tinédzserek és a fiatal felnőttek szívesen választanak maradandó ajándékot. Ezt 20 év tapasztalattal a háta mögött mondja Nagy Réka ékszerész. Van a szívecskés, például ez is egy, ez például kézzel készült, ezt mi készítettük szívkővel. Rozé aranyból, az is nagyon divatos különben. A bálint nap a lánykérések időszaka is. Eljegyzési gyűrűből pedig bőven akad választék. Van, aki az ezüst mellett teszi le a voksát, mások a köves, fehér arany gyűrűket szemelik ki, a sárga arany pedig újra trendi, mondja az ékszerész. Általában a szíves dolgok, ami ehhez kapcsolódik, tehát ami szív motivum van, ami egy szíves medál, egy szíves kis nyaklánc, de ezen kívül ilyenkor lánykérések is szoktak lenni. És arra viszont nagyon szép lánykérő gyűrűket tudok mutatni, meg ajánlani, és azt is szeretik. Az egyedi megrendelések sem ritkák. A személyre szabott vésett felirat vagy monogram is gyakori kérés az ékszerész felé. Szent Valentin ünnepéhez számos népi hiedelem is kötődik. Így például a párna alá helyezett babérlevéltől a lányok álmukban megtudják, ki lesz a jövendőbeli párjuk. A félbevágott alma magjainak számából pedig a gyermekáldást jósolták meg. Játékra hívja a jegyes párokat Baja város önkormányzata. A házasság hete alkalmából az esküvő előtt álló szerelmesek történeteit várják arról, hogyan történt a leánykérés. Az eljegyzési sztorikat február 17-éig a házasság hete 2021 nevű közösségi oldalon megjelent felhívás alatt lehet megírni, hozzászólásban, képekkel vagy akár videóval kiegészítve. Azt a párt, akik történetükre a legtöbb szavazatot kapják, Baja város polgármestere a kívánt időpontban összeadja. A hivatali költségeket az önkormányzat állja, és egy ajándékcsomaggal is kedveskedik az ifjú párnak. További információ Bozár Renátától a bozar.renata@bajaváros.hu címen kérhető.
hazai pályán vív rangadót a Bajai Bácska FKE NB1 csoportos felnőtt férfi együttese, míg a BNKK lányai a fővárosban szerepelnek majd. A Bajai Labdarúgó Klub felnőtt csapata is pályára lép, ők a Mékót együttesét látják vendégül. Hétvégi előzetesünk következik. Hazai környezetben szerepel hétvégén a Bajai Bácska FKE. Az NB1 B csoportban eddig eredményesen menetelő gárda a budapesti MAF-szereplőtát fogadja a Dr. Posta Sándor sportcsarnokban. Cservék Csaba együttese szerdán Miskolcra látogatott, ahol hosszabbításban végül vereséggel zárták a napot. A vezetőedző elmondta, a mérkőzés tanulságos volt csapata számára, a hibák javításával keményen készülnek a vasárnapi rangadóra. Úgy gondolom, hogy amit említettem, a védekezésünket egy kicsit feljavítjuk, és ezt a formát tudjuk hozni hosszú távon, akkor én úgy gondolom a hazai mérkőzéseket abszolválni kellene, és természetesen idegenbe is kellene hozni győzelmeket ahhoz, hogy a kitűzött célunkat ott tudjunk lenni, minél jobb eredményt elérni. A Bajai NKK felnőttjei a fővárosba látogatnak, Tamás Zoltán együttese szintén a Műegyetem ellen mérkőzik meg a hétvégén. A Baja az év első meccsén találkozott már a MAFC gárdájával, akkor hazai pályán 6 pontos vereséget szenvedtek Szőlősiek. A MAFC egy érdekes csapat, nem tükrözi a tabellán elhelyezkedő helyét az ő tudása. Megmondom őszintén, hogy ővel kezdtük a bajnokságot, és ott egy nem várt vereséget szenvedtünk. Maximálisan fel fogunk készülni, és megpróbáljuk ezt kijavítani. Újabb felkészülési mérkőzéssel hangolódik a szezon kezdésre a BLC felnőtt csapata. A Kok Tamás vezette alakulat az egy osztállyal feljebb szereplő Mékút együttesét fogadja hazai pályán. A mérkőzés vasárnap délután 15 órakor kezdődik a Petőfi-szigeti sportpályán. Egyre több beteg és sérült játékosunk felépült, úgyhogy remélem, hogy a jövőbeli kezdőcsapattal tudunk gyakorolni a mérkőzésre. Mékút a megye 2-ben is meghatározó csapatnak számít, úgyhogy remélem, hogy jó mérkőzés fogunk játszani. A Bocskai emlékverseny döntőjében szurkolhatunk ma Gálos Rolandnak. A Bajai ökölvívó veretlenül küzdötte be magát a döntőbe, ahol francia vetélytársával vív meg. Roland a tavalyi évben torna győztesként zárta az egyhetes bajnokságot, így bízhatunk abban, hogy az idén címvédéssel zárul a 65. emlékverseny. A döntő összecsapásait élőben követhetik az érdeklődők az M4 Sport csatornán. Most pedig összefoglaljuk mai híradónk tartalmát. Kutyahideg napok jönnek. A következő napokban nem csak a veszélyeztetett embertársainkra, hanem az állatokra is fokozottan figyelni kell. Javulhat a Duna hajózhatósága. A több éves előkészítés után legkorábban 2023-ban indulhat a munka. A szerelmesek ünnepe. A bajaiak is különleges ajándékötletekkel készülnek a Valentin napra. Kedves nézőink, a hét utolsó híradójának végére értünk. Hétfőn este 6 órakor jelentkezünk majd friss összeállítással. Most pedig elmondjuk még a hétvégére várható időjárás jelentést, és a vízállás adatai is megjelennek a képernyőn. A műsort készítő kollégák nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Szombaton felhő átvonulások várhatók, az ország nagy részén több órás napsütéssel, erősebben felhős körzetek, időszakok, főként az északkeleti, keleti tájakon, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Itt-ott előfordulhat hózápor, nagyobb eséllyel északkeleten. Sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon időnként erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A maximum hőmérséklet szombaton -1 és -7 fok között alakul. Vasárnap szintén felhő átvonulások várhatók, általában több órás napsütéssel, de erősebben felhős körzetekre, illetve időszakokra is számíthatunk, főként a keleti ország részben.
Éjjel és reggel, keleten szórványosan, napközben csak elvétve valószínű kisebb havazás, hózápor. Sokfelé megélénkül az Észak-Dunántúron, időnként meg is erősödik az északi északnyugati szél. A minimum hőmérséklet általában mínusz 5 és mínusz 12 fok között alakul, de a derült, szélvédett havas részeken mínusz 15-mínusz 16 fok körüli értéket is mérhetnek. A maximum hőmérséklet vasárnap mínusz 5 és plusz 3 fok között várható.